Van egy dildó a fák alatt, a krokodil lerágja a lábamat. Ká a gyerek kérje bocsánatot, vagy legyen gőzöm az óriás lájmot. Sziasztok, itt az ideje a banános nyereményjáték eredmény hirdetésének, itt van velem ezt is. Sziasztok! De mielőtt megdicsérnem a nyerteseket, hadd szígyak le mindenkit. Nem érkezett sok pálya, ami nem baj, csak nagyon furcsa, hiszen azt kapta a legtöbb szavazatot a szavazásnál. Meg egyébként is így legalább kevesebb pályák közül kellett válogatni, szóval kevesebb dolgunk volt. Ami jobban zavart az, hogy úgy éreztem, hogy sokan nem igazán értették meg a feladatot, és nem engedték el a fantáziájukat. Ugye voltak kikötések, amiknek eleget kellett tenni a pályának. Az egyik az volt, hogy legyen rajta szörny, a második pedig az, hogy békés módban kelljen játszani. Hát ez már sok embernek hatalmas akadályt okozott, pedig hát egy szóval nem mondtam, hogy a szörny entitásnak kell lenni a szörnynek. Például mi van, hogyha a blokkokba lépítek egy szörnyet? Az is szörny. Vagy mondjuk egy entitásnak resource packben lecserélem a skinjét, hogy szörnyesebb legyen. Ne legyen rajta fatörzs, ezt szerintem meg sem kell említeni, ne legyenek rajta és az a egy szavak, hát ez csak fogalmazás kérdése, át lehet úgy fogalmazni a szöveget, hogy ne legyenek benne. Aztán az utolsó pont, hogy ne legyen rajta command block, szintén sok embernek hatalmas akadály volt. Ez ugye a készpályára vonatkozik, tehát nekem holt mindegy, hogyan építitek meg a pályát, hány command block van rajta, a készpályán ne legyen. Sőt, egyébként ez nem azt jelenti, hogy nem lehet parancsokat használni, mert egyébként ott van a tábla, meg a könyv, így amiről már csináltam is tutoriált, és ott van egy másik nagyon ötletes megoldás, pár embernek eszébe jutott, hogy akkor command blokkos minecarttal, bányakocsival futtatom le a parancsot, az nem command block, még csak nem is blokk, az ugye entitás. Tehát igen, ez a banános nyereményjáték erről szólt volna, hogy kreatív megoldások ilyen lehetetlennek tűnő feladatokra, vagy illetve kikötésekre. Szóval egy kicsit több kreativitásra számítottam, de azért az első helyzeteken így is nagyon jó megoldások és ötletek vannak. Ugyanis most az első három helyzetet fogjuk bemutatni. Nyeremény csak egy van, de így kitöltjük a műsoridőt. Harmadik helyezett Benceszt banános nyereményjáték című pályája. A pályán pár próbát vagy küldetést kell kiállnunk, és a végén van egy boss harc. A küldetések nagyon vegyesek, van közte parkour, meg quiz, de ugyanakkor vannak poénosabb küldetések is, például Csabinyónak csináljunk hagymás babot, tehát ez így nagyon vegyes. Volt pár jó poén a pályán, de a sablon feladatok nélkül azért még jobb lett volna. Nekem az ugrálós részt tetszett egyébként, amit Csabi iszonyú gyorsasága ugrált végig. Csabinyó, mint fejvadász, az úgy elég poén volt. Tehát tele volt a fejekkel a fala, az nagyon tetszett. Meg a hatalmas minion, aki meg volt építve. Az viszont elég fura volt, hogy ki kellett szegényt végezni. Mert hát a minionnak az olyan kis kedvesek, ugye itt meg egy nagy gonosz minion volt, úgyhogy kicsit ilyen ellentétes volt, de ezekkel együtt is poén volt. Második helyzet Lexente hajléktalan Csabusa című pályája. A történet röviden az, hogy nem írtam kifizetni a lakbért, ezért elmegyek Csabinyóhoz szállást kérni. Ő pedig csak akkor ad szállást, hogyha visszaszerezzük neki Csabin hurkát. A pálya igényesen van megépítve, sok poén és elrejtett tárgy van rajta. A küldetések is érdekesek, nem a szokásos sablon feladatok. A hóemberes volt a legdurvább a hotdogot áruló Doggy Andival. A küldetés arról szólt, hogy az utunkat elállta egy darab kőblokk, de természetesen meg volt csinálva, hogy ne lehessen kikerülni. Szóval az utunkat elállta a kőblokk, és a hóember fölajánlotta a segítséget, cserébe, ha visszaszerezzük neki a gombját, ami történetesen egy kőgomb volt, és egy dugattyút aktivált, ami elhúzta a követ az útról. Nagyon ötletes. Engem itt leginkább a nagyon szép építés fogott meg. Leginkább a szereplőknek a lakhelye volt nagyon poén szerintem. Például Kenri egy nagy heroinban lakott, Csabinyó pedig egy olban. De Doggy Andi pedig hotdogot árult, ő volt Hot Doggy Andi. Úgyhogy így nagyon poén volt. Nekem még az elmebeteg Pikachu ötlete nagyon tetszett, aki erre volt a Csabin hurkát és meg akarta főzni. Az első helyezett előtt szeretnénk kiemelni egy pályát, mint külön díjas.
Ez a pálya barna, banános nyereményjátéka. A pálya nagyon látványos, hihetetlenül szép, az összes pálya közül ez volt a legszebb. A történet egész érdekes, Banán Joe ellopta a banánok sárgáját, a sárga színét, mert ő akar lenni a legsárgább banán. A mi feladatunk pedig megállítani őt. Ez eddig tök jó, nagyon kreatív küldetés, a baj az, hogy bár látványos a pálya, de valami hihetetlenül hatalmas. Tehát mire az ember eljut a pálya egyik végéből a másikba, hogy folytassa a történetet, az életkedve ötször elmegy. Ezért úgy döntöttünk, hogy a pálya legyen külön díjas. Építésben mindenképpen verte az összeset, tényleg nagyon látványos, de a játékmenet szerintem nem eléggé átgondolt. Hatalmas terek vannak rajta, nagy távolságokat kell tenni, és egy idő után unalmassá válik ez a sok szaladgálás. Hát én amikor először megláttam a pályát, akkor így leesett az állam, hogy wow, minden tele volt hatalmas szobrokkal, nem tudom mennyi munka lehetett benne, de minden elismerésem szerintem gyönyörűre sikerült. A legpoénabbnak én a bezárt majmot tartom, és Banános Joe-t, vagy Banán Joe-t, ő Banán Joe-nak írta, aki a banánokkal ott lebegett az égen, de nagyon tetszik a pálmafáknak az ötlete. Én még nem láttam így Minecraftban pálmafát, most akkor biztos mindenki kiröhög, de én nem vagyok ebben annyira lejáratos, és a ketté tört billentyűzet, ami jót nevettem igazából. És az első Kopci világunk rejtélyes titka című pályája. A történet röviden, családunk egy ősi titkot őriz, és most került ránk a sor, hogy megvédjük ezt, ugyanis az előző őr meghalt. Egészen pontosan felzabálták. Úgyhogy megkapjuk a levelet, hogy mi vagyunk a következő őrző, nyomás a felszerelésért, győzzük le azt, aki felzabálta az előző őrzőt. A pálya szépen volt díszítve, igényesen ki volt alakítva, érdekes küldetések voltak, és a humora is teljesen rendben volt. Tehát röviden is tömören, egy normális, élvezhető kalandpálya. Azt mindenképpen kiemelném, hogy nagyon ötletesen megoldotta a kiírásokat. Ha valami gondolat vagy párbeszéd van, akkor egy táblát kell aktiválni, és az írja ki a chatre a szöveget. Nagyon jó. Ja, és a főgonosz skinje sokkal jobb, mint Kopcié. Mondjuk ezt is használhatná. Az építés itt is nagyon szép volt, de nekem sokkal jobban tetszett, ahogy megfogalmazta a történetet és a párbeszédeket. Az eszperentés rész pedig szerintem az külön jó volt. Nagyon jó poénokat rakott bele eszperentével. Ami még nagyon tetszett magában a történetben, egy kicsit olyan érzés volt az egész, mint ilyen nincs túl jó a szamáris állapot, hiszen minden rokonunkat megölték, az utolsót megették, úgyhogy gyere te is, téged is meg fognak enni. A legjobb építmény szerintem a helikopter volt, és a legjobb szörny az összes beküldött pályán lévő szörnyek közül az utolsó, az a gyíkszerű akármicsoda volt, de ez nagyon poén volt. Tehát ezek voltak a toplistás pályák, a beküldők közül Kopci adott letöltési linket és engedélyt is, hogy használjam, szóval azt kiraktam a leírásba. Ha a többi készítő is meggondolta magát, vagy megosztaná a pályát, töltse föl valahová, küldje el a linket, és akkor én kirakom azokat is a leírásba. Még egyszer gratulálok a nyertesnek, és köszönöm mindenkinek a pályáját. A kézikönyv óvjon. Sziasztok!